Csütörtökön este az Andante Kamara Kórus előadásával kezdődött el a 11. Egri Csillagvíkend. A dobótéren helyi borászok kínálják legújabb évjáratú egri csillagjaikat. Január óta azért már kóstolgatjuk a borokat, és mindenféleképpen terveztük azt, hogy itt a egri csillag napokon vagy víkenden részt vegyünk, úgyhogy most is a Szent Andreának a napborát kóstoljuk meg. Fontosnak tartjuk, hogy eljöjjünk, próbáljunk beilleszkedni a város mindennapjaiba, így a futballcsapat, illetve az egyetem mellett. A borászok közül többek között a Gáth Tibor pincészet, az Ostoros családi pincészet, a Tarjányi pince, a Szent Andrea szőlőbirtok is bemutatkozik, valamint az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem borászata is kínálja nedvét a dobótéren. Nagyon fontos, hogy ezek az események rendszeresen megrendezésre kerüljenek, hiszen a fogyasztók várják, hogy a következő évben is elérkezzen ez a pillanat, hiszen az új borokkal itt megismerkedhetnek. Ez gyakorlatilag ez annak ad teret, lehetőséget, hogy a borász és a fogyasztó közvetlenül találkozzon, és ez nagyon fontos, hiszen a bor az egy bizalmi termék, hiszen ugyanazon vagy hasonló név alatt nagyon sok termék van a polcon, és pontosan kell tudni a fogyasztónak azt, hogy melyik borásznak a bora, ami nagyon jó. A borok mellett street food ételeket, különleges sajtokat és csiliket is kóstolhatnak az érdeklődők. A hangulatról pedig idén is több fellépő gondoskodik, többek között helyi zenekarok és lemezlovasok, valamint ebben az évben is készültek sajátos díszlettel a szervezők. Az Egri Csillag Weekend egészen vasárnapig várja az érdeklődőket a dobótéren.